Azt gondolom, hogy bizonyára nagyon sokan azt hiszik, hogy lélegzünk, és ez egy egyszerű dolog, mármint, hogy levegőt venni. De ezt lehet nagyon ügyesen, nagyon okosan csinálni, úgy, hogy az az egészségmegőrzésnek egy fontos része legyen. A Buteyko légzést szeretném bemutatni önöknek. A légzés, a levegővétel egyszerűnek tűnik, és legtöbbünknek problémát sem okoz. De vajon mindannyian jól csináljuk? Egyáltalán hányféleképpen vehetünk levegőt? Az emberek többsége, mondhatom, talán a 90%-a helytelenül lélegzik, és meg van győződve róla, hogy teljesen tökéletesen lélegzik, és ez nem így van. És ezt ki dönti el, hogy mi helyes és mi nem? Hát a helytelen légzés előbb-utóbb valamilyen problémát okoz. Felborul az anyagcsere, és hát különféle egyéb gondok jelentkeznek, oxigénhiány, stb. A görcsök a szervezet sima izmaiban. Tehát hosszú távon a helytelen légzés az valamilyen betegségben nyilvánul meg mindenkinél. Nagy butaságot mondok azzal, ha kijelentem, hogy ez nincs benne a köztudatban? Hát igen, ezzel abszolút egyetértek. Mindenki, ha próbál az egészségén javítani, és valami egyszerű módszert keres, vagy a legtöbb ember a táplálkozással kezd el foglalkozni, és azon a táplálkozáson javítani. Holott, ha belegondolunk, hogy étel nélkül ugye hetekig el tudunk lenni levegő nélkül, csak néhány percig, tehát ez is már mutatja, hogy akkor melyik a fontosabb. Sokszor már az anyamében rosszul lélegzik a magzat is. A túllégzés sajnos hamar kialakulhat. Ennek az oka elsősorban a mai kor ártalmaiban keresendő. Köztudatban az él, hogy minél több levegőt veszünk, annál jobb nekünk, mert annál több oxigént kap a szervezetünk. Most a valóság az éppen ennek az ellentéte. Minél kevesebb levegőt veszünk, annál akkor azzal javíthatjuk a szervezet oxigén ellátását. Ennek megvan a fiziológiai magyarázata. Egyrészt, ugye, hogyha túl sok oxigént szívunk be és fújunk ki, én itt az egy perc alatt a tüdőnkben cserélt levegő mennyiségére gondolok, akkor lecsökken a szervezetben a széndioxid koncentrációja, és a széndioxid az egy nagyon fontos gáz, ugyanolyan elengedhetetlen az élethez, mint az oxigén. Néhány percen belül meghalnánk széndioxid nélkül is. És ugye a széndioxidról köztudott, hogy a szervezet sima izmaira oly módon hat, hogy összehúzza azokat, egy erős széndioxid hiány esetén akár görcsös állapotba is kerülhetnek ezek az izmok. Ilyen izmok borítják az erekfalát, a hörgőkfalát, a beleket, belső szerveket. Tehát, hogyha ezek beszűkülnek, akkor leromlik a keringés, fölmegy a vérnyomás, és hát ez különféle problémákat okoz. Ez az egyik oka. A másik ok pedig az, hogy alacsony széndioxid koncentráció esetén erősebben kötődnek a hemoglobinhoz az oxigén molekulák, és hiába van ott a vérünkben szinte 100%-os koncentrációban az oxigén, nem jut el a sejtekhez, nem válik le róla. Ez is egy ismert jelenség, tehát semmi olyan új dolgot nem állítok én, amit ne tudnának az orvosok is. Meg kellene tanulni is, mert óvodás korban kellene ezzel foglalkozni mindenkinek, hogy visszaszoktassa magát a kevesebb levegőre. Ennek különféle technikái vannak, ugye ezt a tanfolyamokon tanítom, de ha már csak arra figyelünk, hogy ne kezdjünk el soha a szánkon lélegezni, ezzel már nagyon sokat teszünk az egészségünkért. Ugye az orrunk az fékezi a levegőt, ezen kívül még több funkciója is van, szűri, párásítja és melegíti, de hogyha szájon veszük a levegőt, akkor ezek a funkciók elmaradnak, és ami a legfontosabb talán ezek közül, tehát a száj az nem fékezi a levegőt, és óriási mennyiséget szívunk be és fújunk ki. Amitől persze az orrunk eldugul, tehát amiatt dugul el az orrunk, hogy már túl sok levegőt vettünk, mert a szervezet próbálja szabályozni az orrunkban a levegő mennyiségét, beszűkül az orrunk, ettől aztán
még inkább elkezdünk szájon át lélegezni, és hát ez hosszú távon ez önfenntartóvá vagy öngerjesztővé válik. Egy-egy megfázás alkalmával, allergiás esetekben igen sokan nem tudnak levegőt venni az orrukon. Vagy mégis? Van erre egy viszonylag egyszerű gyakorlat, amivel meg lehet szüntetni az ordugulást. Esetleg megmutatom, ha gondolja. Ugye ez is azt bizonyítja, hogy ha sikerül a széndioxid szintet felemelni a szervezetünkben, akkor ellazulnak a sima izmok, az orrunkban is kinyílnak a járatok, és újra kapunk rajta levegőt. Annyit azonban el kell mondanom, hogy ez a gyakorlat megterheli a szívet, tehát akinek szívérrendszeri problémája van, az ne csinálja. Annyi a dolgunk, hogy kihúzzuk magunkat szép egyenes tartásban, kiengedjük a levegőt, és amikor kifújtuk a levegőt, befogjuk az orrunkat, és bólogatunk, visszatartjuk, ameddig csak bírjuk, és ügyelünk rá, hogy ne vegyünk a szánkon levegőt. Amikor elfogyott a levegő, akkor halkan az orrunkon keresztül lehet egy orrunkat befogva, hogy még inkább csökkentsük a levegőt, belélegzett levegőt. Hogyha a légzés visszatartás után veszünk egy nagy levegőt, akkor az egész nem ér semmit. Hát ezzel a módszerrel fel tudunk építeni egy magasabb széndioxid koncentrációt, néhányszor megcsináljuk, és kinyílik a legjobban eldugult orr is, úgyhogy nem lesz szükség orrcseppekre. Itt a beszélgetés közben ön folyamatosan az orrán vesz levegőt? Igen, én nekem ez már automatikus, mindig az orromon veszek, beszéd közben is. Ennek a légzési módszernek az elsajátítása nem egy nagy ördöngőség. Már akkor sokat tehetünk egyébként egészségünk érdekében, ha valóban nem a szánkon vesszük a levegőt. A módszer Butejko professzor nevét viseli. Ezt már 1952-ben felfedezte ezt a jelenséget, akkor jött rá, és akkor elkezdte kidolgozni a módszerét Butejko professzor, egyébként Konstantin Pavlovics Butejko, aki a Szovjet Tudományos Akadémia Orvostudományi Kísérleti Kutatóintézetét vezette, és ő úgy jött rá erre a jelenségre, hogy súlyos betegeket figyelt meg, olyanokat, akik már közel állnak a halálhoz, és azt vette észre, hogy ahogy súlyosbodik a betegségük, úgy fokozódik a légzésük. És ő is kapott még egyetemista korában egy nagyon súlyos, rosszindulatú, magas vérnyomás betegséget, 240-es volt, semmivel nem tudták levinni, és nagyon erős fájdalmai voltak fejében, szívtájékon, vesélyében, és észrevette saját magán is, hogy már fokozódott a légzés. És akkor arra gondolt, hogy talán vissza lehetne fordítani a folyamatot, hogyha a légzésünkbe beavatkozunk. Tehát elkezdte csökkenteni a légzését, és ezek a fájdalmak teljesen megszűntek a fejében, szívtájékon, vesében. Tett néhány ellenpróbát, vett 4-5 nagy levegőt, visszatértek a fájdalmak. Tehát egy ilyen egyszerű kísérlettel bebizonyította saját magának, hogy működik a dolog, és aztán kidolgozta a módszerét, amivel teljesen kigyógyította magát ebből a gyógyíthatatlan betegségből. Varga Szilágyi Gyula villamosmérnök hosszas keresgélés után talált rá a Butejko légzésre. Komoly oka volt a kitartó keresésnek. Én közel 20 évig voltam nagyon súlyos asztmás. Alig kaptam levegőt az orromon, 5-ször operált a korpolipra, nagyon fulladtam, köhögtem, és már a legsúlyosabb gyógyszereket kellett szednem, és hát ugye az orvosok nem biztattak sok jóval, hát Varga úr, tanuljon meg együtt élni a betegséggel, szedje a gyógyszereket, de hát egyre több és több gyógyszer kellett, és ahhoz, hogy egyáltalán el tudjam látni a munkámat, én nagyon köhögtem, fulladtam, és hát elkezdtem keresgélni, próbáltam én minden alternatív megoldást, ami elérhető volt, és ezek egy kicsit segítettek is, de nem tudtam megszabadulni teljesen a tünetektől és a gyógyszerektől, amíg meg nem találtam én is a Butejko módszert az interneten. És aztán kimentem Írországba, és ott a terapeuta segítségével gyógyultam ki tulajdonképpen ebből a gyógyíthatatlan betegségből, és eldöntöttem, hogy ezt Magyarországra elhozom. Aztán kimentem Moszkvába,
A moszkvai Butejkó klinikát még Butejkó professzor alapította, most az özvegye vezeti, és ott szereztem olyan diplomát, hogy most már én is képezhetek vizsgáztathatók terapeutákat. Hazánkban mára már több mint 1000-en elvégezték a tanfolyamot. A javulás ezt követően átlagosan 70-80%-osnak mondható. Több mint 150 féle betegség gyógyítására használják Moszkvában a Butejkó módszert, moszkvai klinikán. Magyarországon is nagyon sok beteg jött, és a legkülönbözőbb problémákkal az asztma, az allergia, az hozza meg a leglátványosabb eredményt, vagy a COPD, mert ők abban a pillanatban, hogy elkezdik alkalmazni a módszert, érzik, hogy újra kapnak levegőt, és ez megszűnik a köhögés, az ordugulás, és ez annyi erőt ad, hogy aztán újra gyakorolnak, beleteszik az energiát. De ezen kívül ugye magas vérnyomás, fejfájás, migrén, pánikbetegség, szorongás, ekcéma például, de még túlsúly esetén is, vagy alvási apnoe, tehát éjszakai alvási problémák esetén nagyon pozitívak a visszajelzések. Például a túlsúlyos asztmás résztvevők arról számolnak be, hogy heti 1 kilót leadnak, anélkül, hogy fogyókúráznának pusztán a légzésük normalizálásával. Ugye az történik, hogy a szervezet átkapcsol egy egészségesebb működésre, és a belső folyamatok mind a normális irányba indulnak el, az anyagcsere, a keringés, a vérnyomás, a pH, és hát a testsúly is ennek megfelelően. De volt olyan, aki ugye hozta a vérképét, hogy az orvosa nem értett, hogy mi történt, mert addig tele volt csillagokkal, és a Butejkó módszer után ez teljesen normális lett. Fontos lenne, hogy minél fiatalabb korban képesek legyünk elsajátítani a módszert, illetve hogy egyáltalán tudomásunk legyen erről a lehetőségről. Magyarországon jelenleg a módszert tanfolyami körülmények között mindössze 2 oktathatják. Egy tanítványom van, aki a dr. Kovács László, aki a dunántúli tanfolyamokat tartja, tüdőgyógyász, homeopata amellett most. Még hogy most már Butejkó terapeuta is. Összesen 2 vannak Magyarországon. Igen, járjuk a városokat. Novemberben Nyíregyházán is indul olyan tanfolyam, ahol a résztvevők elsajátíthatják a Butejkó módszert. Gyakorlatilag 5 éve üzemeltetem a Sóbarlangot, és nem tudtam, hogy miért van az, hogy a felnőtt vendégeimnek 100%-a pedagógus, call centeres vállalkozó, tehát szinte csak beszédes szakmából érkeztek, és 100%-osan választ kaptam, és a saját példámon át le tudtam vezetni a dolgot. Rosszul vesszük a levegőt beszéd közben, és itt a pont vége. És amikor erre megtanultam odafigyelni, és megtanultam a tanfolyamon azt, hogy ez mennyire fontos, és megéreztem a saját bőrömön, akkor választ kaptam arra a kérdésre, hogy miért van ennyi pedagógus vendégem, és egy ilyen egyszerű dologgal már tudok segíteni, tudok nagyon-nagyon sokat segíteni. Magadnak is? Így van, tehát pont itt a lényeg, hogy mondhatni, hogy én egy egészséges közegben élek. Gyakorlatilag 5. éve üzemeltetem a Sóbarlangot, és sajnos el kell mondjam, nem voltam jó reklámarc, mert nagyon sokszor köhögtem, visszatérő felső és alsó légúti hurutos tüneteim voltak. Többször mondták a vendégek, hogy doktornőnek is egy kis sóbarlangozás, és én magam is éreztem azt, hogy amikor a nap végén már túl vagyunk 6-7 légzőtornán, elfáradtam, és sok mindenen változtattam, tehát rájöttem magamtól is arra, hogy a levegőt engedjük csak lazán kiáramolni, de itt vált igazán tudatossá az, hogy mennyire is fontos a légzés tudatossá tétele, és az, hogy ténylegesen csökkentsük a levegő mennyiséget, amit úgymond elfogyasztunk. Ilyen egyszerű.
A Nyíregyházi Információs Központ a dr. Vincent Só barlangban található. Szeretem a szó barlangot.